Az idei Láncösszegfű Alapítvány díjazottjainak körében szerepel Tihanyi Tamás, a kiváló újságíró is, aki Sporthősök öröksége a koronázó városban című kötetében az 1952-es Helsinki olimpiai hősei sikereit idézi meg. Mint ismeretes, a Bregyó közben található olimpiai park ad otthont Mellokko Miklós alkotásának, amely az olimpián résztvevő és ott 16 aranyérmet nyerő magyar sportolóknak állít emléket. 2 évvel ezelőtt, ugye nagyon sokan emlékeznek rá, hogy felavattuk Mellokko Miklós szobrászművész alkotását az olimpiai parkban. Azóta Külajos, az Aranycsapat Alapítvány elnöke rengeteg közismert embert, sportolót, Kozma Imre atyát például, Csókai professzort, nagyon hosszú a sor. A szobor az Aranycsapat Alapítvány kezdeményezésére az ötkarikás játékok 70. évfordulójára készült el, és azóta számtalan közéleti személyiség rótta le kegyeletét legendás bajnokaink emlékműve előtt. A kötetben az ő visszaemlékezéseik olvashatóak majd. Felidéztük az 1952-es Helsinki olimpia történéseit, hogy ki maga gyermekként hogyan emlékezett az akkori olimpikonokra, illetve sok minden másról is beszéltünk nyilvánvalóan, hogy manapság az életünk olyan, tele vagyunk kihívásokkal, és ezek mind olyan személyek voltak, akik ellátogattak az olimpiai faluba, akik maguk is sarkos, határozott véleményt mondanak arról, hogy mifelé kellene tartani a hazánknak, Magyarországnak. Tihanyi Tamás még elmondta, gőzerővel dolgozik az egyedülálló történetek feldolgozásán, amely méltó módon mutatja be, miként lehet és kell gondolnunk minden idők legeredményesebb olimpikonjaira, akik beírták magukat a magyar és a világ sportjának aranykönyvébe.